Tisztelt vendégeink, énekeljük el közösen a himnuszt. Köszönöm. Kedves vendégeink! Pézsa Tibor, tokiói olimpiai bajnoki győzelmének 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget szervező Magyar Vívószövetség, a városunkban 4. éve működő Szent László Vívóegyesület és az ünnepelt nevét viselő Városi Sportcsarnok vezetése nevében köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Tisztelettel köszöntöm dr. Székely János püspök urat. Köszöntöm Romaneket Elka asszonyt, Esztergom város polgármesterét. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm az ünnepeltet, Pézsa Tibor olimpiai bajnok kardvívót, Esztergom híres szülöttét, az ünnepelt kedves feleségét, Ágnes asszonyt, köszöntöm Popovics György urat, a megyei közgyűlés elnökét. Köszöntöm Polgár Pál urat, a Magyar Vívószövetség főtitkárát. Köszöntöm Mészáros János urat, a Szent László Vívóegyesület elnökét. Köszöntöm Erős Gábor urat, Esztergomváros önkormányzatának képviselőjét, és köszöntöm dr. Sarkantyú Adrián, Esztergomváros aljegyzőjét. Kívánom mindannyiuknak, hogy az advent idő ünnepi lelkületével vegyünk részt ezen a mai ünnepségen. Köszönöm. És Pézsa Tibor fáradtan törli izzadt homlokát. Neki talán a legnehezebb a dolga valamennyi magyar sportoló közül. Megállítja-e diadalútjában a magyar kardot Tokió? A páston jobbról Pézsa Tibor, balról a négyes döntő egyik szovjet résztvevője Mavlikarov. Egyszerre csap össze most a két vívó, az ala zsűri elnök Montano dönt, találat Pézsánál. Pézsa méltatlankodik, úgy érzi, fordított volt az ítélet, s mert ideges, Mavlikarov elleni asszóját elveszti. Most a döntő pillanatban hagyná cserben idegzete. Nem! Pézsa ragyogóan vív a háromszoros szovjet világbajnok Rilszki ellen. A hangulat feszült, s mindenki tudja, ez az igazi olimpiai döntő. Rilszki most támad, Pézsa ragyogó fejvágása ül nagyszerű találat. Most mindkét versenyző rendkívül óvatos. Kivár mind a kettő, nem kockáztat semmit. Aztán Rilszki támadásba lendül, Pézsa véd, visszavágj és győz! No de még nincs vége. Jobbról Pézsa, balról a francia Arabó. Ők ketten a döntő asszó résztvevői. A francia támad, Pézsa magasba emeli a kezét, bemondja a találatot. De aztán Pézsa szusszanni sem engedi ellenfelét. Alig néhány pillanat, már vége is az asszónak. Olimpiai bajnok Pézsa Tibor, Magyarország. Dicsőséges magyar hagyomány folytatódott tehát itt Tokióban is. Új
újra magyar kardvívó áll a győzelmi dobogó legmagasabb fokán, akárcsak az elmúlt több mint fél évszázadban, amikor a magyar vívósport nagy öregei harcolták ki a legnagyobb sikert, az olimpiai babérkoszorút. Íme a dicsőségtábla. Kedves vendégeink! 2011-ben két lelkes, egykori esztergomi vívó, Mészáros János és Bence László elhatározta, hogy újraélesztik szeretett sportágukat városunkban. Az Árpádházi Szent Erzsébet gimnáziumban Holupa Zoltán igazgató támogatásával előbb elkezdődtek az iskolai vívó szakkör foglalkozásai, majd megalapították a Szent László Vívó Egyesületet. Negyedik éve működtetik társadalmi munkában, szabadidőt és energiát nem kímélve a sportegyesületet. A mai ünnepség gondolata az ő fejükben fogant meg. Tiszteletük és nagyra becsülésük kifejezéseként a Szent László Vívő Egyesület tiszteletbeli elnöki címet adományoz Pézsa Tibornak. Felkérem Mészáros János urat, a Szent László Vívó Egyesület elnökét, adja át az ünnepeltnek a címadományozást megörökítő díszoklevelet. Most pedig felkérem dr. Székely János püspök urat, hogy áldja meg a Szent László Vívó Egyesület dísz zászlaját. A zászlót tervezte Pécsi L. Dániel jelképtervező művész. Kérem Pézsa Tibort, a Szent László Vívó Egyesület tiszteletbeli elnökét, hogy a ceremónia idejére vegye át a zászlót. Tisztelt Pézsa Tibor, igen tisztelt ünneplők, 1345 farsangján tatárok törtek be Erdélybe, és a székelyek egy kis csapattal próbálták védeni az otthonaikat, családjaikat. És ahogyan kezdődött hajnalban a csata, egyszer csak egy ragyogó, fényes, hatalmas alakot láttak a székely csapat fölött, mind a tatárok, mind a székelyek, akiben hamarosan fölismerték Szent Lászlót, óriási lovon, szekercével a kezében, ott menetelt előttük. A tatárok megrettentek, a székelyekben hatalmas bátorság és erő támadt, óriási győzelmet arattak. Később is nagyon gyakran följegyzik a krónikák, hogy a magyar seregek így indultak csatába. Szent László, segíts! Azt kívánom a Szent László Vívó Egyesületnek, az itt sportoló fiataloknak, hogy valahányszor erre a zászlóra néznek majd, akkor jusson eszükbe Szent László. Ez nagyon bátor magyar királyunk, aki fiatalon saját életét kockáztatva egy elrabolt lányt messze az ellenség frontvonala mögébe menve megmentett. De jusson eszükbe az a számtalan előttünk élő nemzedék, akik ezen a földön küzdöttek, vívták az élet csatáit, szerettek, alkottak, szenvedtek. Az ő vállaikon is állunk, nekik is köszönhetjük azt, hogy még vagyunk. Jusson eszükbe Krisztus keresztje is, amelyről így énekel az ókeresztény himnuszunk, hogy királyi zászló jár elől, ő győzött a rossz, a bűn fölött a kereszt titokzatos fegyvereivel. A vívás azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre tanítja az embert, gyorsaságra, figyelemre és fegyelemre, arra, hogy küzdjünk önmagunk gyengesége ellen, legyőzzük magunkban és körülöttünk a gonoszt. Kívánom, hogy a fiatalokat is tanítsa arra, hogy így tudjanak majd küzdeni a családjaikért,
tudjanak így küzdeni a hitükért és a hazájukért. Ehhez kérjük az Úristen áldását. Áldott légy Istenünk, mennyei atyánk, reményünk és életünk forrása. Tőled származik a lélek, aki az emberek tömegéből szabad emberek közösségét formálja. Világosítsd meg és védelmezd az esztergomi Szent László vívó szövetséget. Add, hogy a Szent László vívó egylet sportolói és vezetői őrizzék és védelmezzék az emberi és keresztény kultúra alapvető értékeit, amelyeket a mi megváltónk Jézus Krisztus hirdetett meg nekünk. Kérünk, áld meg e közösség zászlóját, és mindazokat, akik köréje gyülekeznek. Erősítsd az irántad való hűségüket, és vezesd őket az örök életre. Krisztus, a mi Urunk által. Kedves vendégeink, Pézsa Tibor 80. életévében is aktív vívóedző. A Magyar Női Kardozók Szövetségi kapitánya, de nem csak a sportvívás a szakterülete. A magyar hagyományok tiszteletét, a nemzedékeken és történelmi korokon átívelő hagyományápolást küldetésének tekinti. Ő az egyik példaképe a szabjavívás hazai követőinek. Mádai Norbert és tanítványai hagyományos magyar szabjavívó bemutatóval köszöntik az ünnepeltet, de előtte hallgassák meg Mádai Norbert köszöntőjét. Szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat. Szép ez a mai nap. Eljöttünk emlékezni, és engedjék meg, hogy én ne csak emlékezzek, hanem emlékeztessek is mindannyiukat, és az ünnepeltet is. Egy olyan emberre, aki most tudom, hogy valahol itt ül a hátsó sorok között, szépen csendben, mint mindig, aki Pézsa Tibor mestere volt. Hangszavú, csendes ember, úgy hívták Szűcs János. Ne keressék a lexikonokba, de a szívünkben ott van. A két háború közötti Toldi Miklós vívó mesterképző legnagyobb alakja. És engedjék meg, hogy miközben méltatni jöttem a vívómesterünket, elmondjak egy személyes történetet. Remélem, hogy a szívükig fog érni. Mentem egyik edzésre, és vittem magammal egy tablóképet. Ezen a tablóképen az a csendes, hangszavú katonaférfi, Szűcs János, a vívómesterképzőnek a fővívómestere volt látható ebben a titulusában. A tablóképet mutattam Pézsa Tibornak, aki először a képet nézte, aztán engem, aztán megint a képet. És annyit mondott, hogy 24 évet dolgoztam Szűcs Jánossal, de soha nem mondta el nekem, hogy annak a legendás vívó mesterképzőintézetnek, ami ugyanúgy védte a magyar kultúrát, ahogy Pézsa Tibor, ő volt a fővívó mestere. Majd csendesen az ablakhoz ment, elnézett messze, nem szólt percekig. Aztán visszajött, újra a képre nézett. Amikor eljövünk emlékezni, akkor legyenek nagyon büszkék arra, hogy egy olyan vidéki fiú tette le a névjegyét az egész világban, akinek életkorát tekintve, hiszen amikor vívni kezdett, már túlkoros volt, indulását tekintve, mindenét tekintve, matematikai esélye volt arra, hogy egy középszintű vívó legyen. Nem az lett. Világhírű ember, és engedjék meg, hogy elmondjam, akit Lengyelországban is tisztelnek, néhány hete ott jártam, ahol ünnepség volt, a Magyar Kard ünnepe, ami szintén ehhez az úrnak a nevéhez fűződik. Mert tudják, ahogy a nagyok mondják, az a tiéd, amit odaadsz. Pézsa Tibor ad. Nézzék meg a vállait, nézzék meg a kezét. Keressenek olyan vívómestereket, akik 79 évesen tanítanak. Nézzük meg, hányan vannak. Nincsenek. Tanít, oktat, nevel. És 2014 furcsa Magyarországán, ahol mindig mindenki megpróbálja azokat az embereket beállítani a gyerekeinknek példaképnek, akik nem azok.
mert a szívünk mélye mindannyian tudjuk, hogy kik a valódi példaképek. Akkor emberségből, tisztességből, magyarságból mindannyian tanulhatunk, mert ez az ember ad, ad és ad mindannyiunknak. Köszönöm, hogy meghallgattak, és szeretnék adni valamit, hogy arra a csendes úrra, aki hitem szerint ott ül hátul és mosolyog rá, mindig emlékezzen egy olyan emléket, amin az a legendás két betű van összefonódva, Toldi Miklós vívómesterképző. Isten, áld meg a magyar! Ámen. Forma gyakorlat. Vívóállás. Egy. Kettő. Eltesz. Zárod hátra. Forma gyakorlat. A mai ünnepséget szervező Magyar Vívó Szövetség, a Szent László Vívó Egyesület, valamint Pézsa Tibor városi sportcsarnok kezdeményezésére Erős Gábor úr, Esztergom város önkormányzata képviselőtestülete, köznevelési, ifjúsági és sportbizottságának elnöke előterjesztést nyújtott be a testület rendkívüli ülésére. A testület az előterjesztést elfogadta és a határozatot meghozta. Felkérem Erős Gábor urat, ismertesse Esztergom város önkormányzatának határozatát kitüntető cím adományozásáról. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Esztergom város önkormányzatának képviselő testülete 2009. november 9-én rendeletet alkotott, amellyel Esztergom város kitüntetéseit díjazza. Ezen kitüntetésekből a legmagasabb díj Esztergom város díszpolgára cím. Képviselőtestületünk 2014. december 4-én zárt ülésen a következő határozatot hozta. Esztergom város önkormányzatának képviselőtestülete
562/2014-12.14 számú rendeletben határozati javaslattal egyhangulag elfogadva díszpolgári címet adományoz 1964-ben elért olimpiai győzelmének tiszteletére és példamutató sporttevékenysége elismerésére Pézsa Tibor úrnak 2014. december 17-én. A maga nevében tisztelettel gratulálok. Felkérem Polgár Pál urat, a Magyar Vívószövetség főtitkárát méltassa a kitüntetettet. Lesz szíves. Laudáció Esztergomváros díszpolgári kitüntetődíj átadása alkalmából. Tisztelt Pézsa Tibor úr, tisztelt ünnepelt, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én mondhatom el a laudációt Pézsa Tibor úrról. Méltán érdemli meg az ünnepelt az elismerés szavait, aki szerteágazó, meghatározó, látható módon mindvégig fáradhatatlan lendülettel és hittel tevékenykedett és tevékenykedik ma is a magyar kardvívás ügyéért. Pézsa Tibor, olimpiai és világbajnok kardvívó, minden idők egyik legsikeresebb magyar vívója, mesteredző, nyugállományú ezredes. Született 1935. november 15-én, Esztergomvárosban. Alapfokú és gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte. A négy elemi után a 8 osztályos Bencés gimnáziumba iratkozott be, majd annak megszüntetése után az első István gimnáziumban folytatta tanulmányait. Gimnáziumi évei alatt 1952-ben kezdett el vívni. Első vívómestere Bencés testnevőtanára Boromisza György volt. 1953-tól az esztergomi vasasban Bujnovszky István volt huszárőrnagy, vívómesterhez került, aki felismerte a fiatalember különleges képességét, tehetségét. A nagy találkozás. Érettségi után Bujnovszky mester kézenfogva a fiatal tehetséget, felvitte Budapestre és bemutatta Szűcs János vívómesternek. Ezzel elkezdődött Szűcs János vívómester és Pézsa Tibor kardvívó nagy utazása a vívósportban, mely sokkal továbbra vezetett, mint Tokió olimpia bajnoki címe. 1955-ben felvételt nyert a testnevelési főiskola nappali tanári szakára. 1957-től a Budapesti Honvéd igazolt sportolója lett. Még ebben az esztendőben, 1957-ben ért el első világbajnoki győzelmét, a főiskolai világbajnokságon csapat aranyérmet nyert, amit később további két csapat és egy egyéni univerziádi győzelem követett. 1959-ben testnevelőtanári diplomát szerzett, és ezt követően már mint hivatásos katonatiszt a nappali vívószakedzői szakot is elvégezte. 1962-ben volt először tagja a felnőtt kardválogatottnak. Első világbajnokságon csapatban ezüstérmet nyert, egyéniben negyedik helyen végzett. 1964 Tokiói olimpia. Folytatva a páratlan egyetemes sporttörténeti sikersorozatot, kard egyéni olimpiai győzelmet aratott, belépve ezzel a halhatatlan magyar kardvívók közé, dr. Fuchs Jenő, dr. Posta Sándor, Telsánszky Ödön, Jekkelfalusi Pillert György, Kabos Endre, Gerevics Aladár, Kovács Pál, Kárpáti Rudolf, és Pézsa Tibor. 9 kardvívó, akik 1886-tól 1964-ig őrizték a magyar kard verhetetlenségét, a magyar kard hegemóniát. 1966-ban Moszkvában kardcsapat világbajnoki címet szerzett. Az 1968-as mexikói olimpián egyéniben és csapatban is bronzérmet nyert. Tokiói győzelme után 6 évvel, 1970-ben Ankarában ismét a világ legjobb vívója lett kard egyéniben. Utolsó olimpiáján 1972-es müncheni játékokon sem maradt érem nélkül, csapat bronzéremmel tért haza. Mint sportoló, 1973-ban tette le a kardot. Pályafutásának összegzése. Pézsa Tibor sportpályafutása során 3 olimpián, 8 világbajnokságon vett részt. Dobogós helyezései, a 3 olimpiai bronzérem, az 5 világbajnoki ezüst és a 2 világbajnoki bronzérem mellett
a következő győztes címeket érte el kardvívásban. Négyszeres egyéni magyar bajnok, ötszörös főiskolai világbajnok, egyéni és csapatvilágbajnok, egyéni olimpiai bajnok. Az aktív sportpályafutás követően sem szakadt el szeretett sportágától. 1973-tól 1990-ig a budapesti Honvéd vívó szakosztályának szakosztályvezetője és vezetőedzője. 1990-től 1992-ig a budapesti Honvéd alelnöke. 1978-tól 1982-ig a magyar férfi kardválogatott fegyvernemi vezetője. 2002-től a Budapest Sportegyesület, majd a Pézsa Tibor Vívó Akadémia szakmai vezetője. 2014-től a magyar női kardválogatott vezetőedzője. Pézsa Tibor egyedüliként az olimpiai bajnokok közül az edzői hivatást választotta. Vezetőedzői időszakában a budapesti Honvéd kard fegyverneme a legsikeresebb időszakot mondhatja magáénak. Tanítványai olimpiai, világbajnoki címet nyertek, a budapesti Honvéd karcsapata pedig elhódította a bajnokcsapatok Európa kupáját. Legeredményesebb tanítványai dr. Nébal György olimpiai bajnok, hétszeres világbajnok, továbbá dr. Nébal Rudolf, Varga József, Frölik Péter. Szakosztály vezetősége alatt a Honvéd Szemelyvesz utcai terme a vívók szentélyévé vált, ahol a gyermekek a levegőből is a karcsikereket szívták magukba. Mégis, páratlan egyesületi sikerei mellett a magyar kardválogatott vezetőedzőjeként jutott a csúcsra, mint vívómester, mint szakvezető, mint sportvezető. 1978 és 1982 között irányításával a kardválogatott háromszor lett a világ legjobbja, ismét megmutatva ezzel a világnak, hogy a magyar kardvívás legyőzhetetlen. Sikerét szakmai tudásával és azzal a vezetői képességével érte el, hogy a nemzeti értékeket, érdekeket minden esetben az egyesületi érdekek szempontok elé helyezte. Egységbe kovácsolta az akkori kardválogatott tagjait és mestereit. Az akkori válogatottban olyan kardműhelyt alakított ki, melyben egyesületi hovatartozástól függetlenül egy teremben csiszolódott tökéletessé Gedővár Imre, Nébal György, Gerevics Pál, Nébal Rudolf, Nagyházi Zoltán, Szabó Bence, Csongrádi László és még sokan mások. 1984-től 4 éven keresztül a németországi Tauberbischofszeimi vívóközpontban a kardfegyvernem vezetőedzője volt, valamint a Kölni Egyetemen oktatta a kardvívást. 2002-ben a Budapest Sportegyesület vívószakosztályának elnöke dr. Uri László és a szakosztályvezető hívószavára ismét kardot rántott és visszatért szeretett sportágához. 2002-től a mai napig ennek a sportközösségnek a szakmai vezetője, melynek ma már Pézsa Tibor Vívó Akadémia neve. Csaba Edina kétszeres világbajnoki ezüstérmes útmutatásai alapján vált igazi kardvívóvá, valamint az újkor egyik legnagyobb tehetsége Márton Anna, kadett és junior európai és világbajnok, és az ő irányításával készül a 2016-os olimpiára. Ebben a közösségben kifejtett tevékenységek közül mégis a legértékesebb az, hogy az akadémián dolgozó vívóedzők egységes oktatási módszertan alapján ismertetik meg a sportolókkal a vívás rejtelmeit, követve a magyar oktatás hagyományait. 2014 szaktudását a Magyar Vívószövetség új vezetése is felismerte, és 2014. október 1-től a női kard fegyvernem vezetőedzőjévé nevezte ki a kardvívás tábornokát. Vívómesteri pályafutás összegzése. Az egyetemes sporttörténetben páratlan magyar kardsikerek egyik megalkotója Borsodi László őrnagy vívómester volt, aki 1926 és 1936 között a Magyar Királyi Toldi Miklós Honvéd sporttanár és vívómesterképző intézet fő vívómestere volt. Az általa kialakított magyar technikacentrikus vívásoktatás folytatta Borsodi mester tanítványa Szűcs János, majd ennek az oktatásmódszertannak a továbbvívője lett Pézsa Tibor mesteredző, aki Szűcs János nem csak vívni tanított meg, hanem vívásoktatás rejtelmeisbe is bevezetett.
Ez a három nemzedékes oktatásmódszertan foglalja magában a magyar technika mellett a magyarokra oly jellemző taktikát, vívóészjárás, rafinériát. A mai napig hallom Pézsa mestert, amint némi elkeseredéssel így szól. Én vagyok az utolsó mohikán, aki birtokában van ennek az oktatásmódszertannak. Tisztelt Pézsa Tibor úr, kedves mester! Ez a szállóigévé vált mondat ma már idejét múlta. Az elmúlt évtizedben a Pézsa Tibor Vívó Akadémián iskola teremtődött, melynek vívóedzői folytatják azt az utat, amely Borsodi Szűcs Pézsa nevével fémjezett. Pézsa Tibor kitüntetései. A haza szolgálatáért érdemrend arany, ezüst és bronz fokozat. Szolgálati érdemrend. Honvédelmi miniszter kitüntető elismerés 10 tör. Sport érdemérem. Olimpiai aranyérem. Baj Béla díj, kiváló edző, mesteredző. A magyar érdemrend lovak keresztje. Pézsa Tibor kivételes ember, kivételes erényekkel, akit sokan nehéz embernek tartanak. Nehéz embernek, mert mindig őszinte, szókimondó, megalkuvás nem tűrő, aki mindig a legjobbra törekszik. Szállóigévé vált mondása, csak az aranyérmet gyűjtjük, és ez életpályája során nem csak a vívósportra, hanem az élet minden területére igaz. És engedjék meg, hogy a laudációt báró Veselényi Miklós szavaival fejezzem be. Egy nemzetnek sem lenne illőbb és szükségesebb a kardját jól forgatni tudni, mint a magyarnak, mert ami és amilyen van, azt ennek köszönheti. Mindezek fényében Pézsa Tibor úr méltó tulajdonosa annak a díjnak, melyet Esztergom város önkormányzata adományozott. Kedves Tibor, tisztelt Pézsa Tibor úr, engedd meg, hogy a Magyar Vívó Szövetség nevében, Csampa Zsolt elnök úr nevében átadjak a 18. századi magyar szabja másolatot, és gratulálok a kitüntető díjhoz. Kedves vendégeink, most tisztelettel felkérem Pézsa Tibor urat, fáradjon ki Romanek Etelka polgármester asszonnyal és dr. Sarkantyú Lajos Adrián aljegyző úrral az asztalhoz, és írja alá velük a díszpolgári almanahot, majd vegye át a díszpolgári oklevelet. Esztergom város önkormányzata képviselőtestületének döntése alapján Romanek Etelka polgármester Pézsa Tibort Esztergom díszpolgárává avatja. Kedves vendégeink, most Pézsa Tibor úr Esztergom díszpolgára kíván szólni. Pár szót mondhatok. Inkább gyakorlati ember vagyok. De ez a második olyan kitüntetés Esztergom városától, ami váratlanul ér. Az első volt a sportcsarnok elnevezés, és amikor fölhívott az igazgató úr, akkor mondom, itt valaki viccelődik, hát ezt posztumus szokták adni az ilyen dolgokat. De aztán kicsit, hogy nem. És nagyon köszönöm most is, tisztelt polgármester asszony, püspök úr, igazgató urak, tanár urak, tisztelt megjelentek.
És idefele azon gondolkoztam, vajon mit köszönhetek én? Esztergomnak. És akkor köszönhettem azt, hogy valahogy jó úton indultam el. Emlékeznem kell Bajka Balázsra, az osztálytársamra, aki azt mondta, te Tibor, mit csinálsz délután? Nem tudom, mit csinálni. Hát mondja, gyere le a vívó edzésre. A vívó edzés az micsoda. Lementem a vívó edzésre, és ott ragadtam. Ott ragadtam, mert olyan közegbe érkeztem, ami lekötötte a figyelmemet. Hogy miért kötötte le? Talán azért, mert rögtön szakember kezébe kerültem. És laudációban meg volt említve Borovisza Gyuri bácsi, aki a Bencés középiskola testnevelő tanára volt, ő adta a kardot először a kezembe. Majd utána következett Huszárd őrnagy, lábatlanra kitelepített hortista katonatiszt, aki szabad idejébe minket oktatott a Bencés gimnáziumba. És ezt az egész dolgot Horvát Ferenc vezény, köszönöm, Horvát Feri bácsi vezérelte le. Nagy szeretettel, nagy tisztelettel, olyan odaadással, ami meghatározta eleve az én sportolói pályámat. És ha tehetném, az ő nyakukba is akasztanák olimpiai érmet. Köszönöm szépen. Kedves vendégeink, a szózat eléneklése után kérem fáradjanak át a szomszédos helyiségbe, ahol a szervezők szeretettel várják Önöket a Pézsa Tibor tiszteletére rendezett fogadáson. Asztali áldást mond dr. Székely János püspökatya, pohárköszöntőt mond Romanek Etelka, Esztergom város polgármestere.